Mi Hazánk ifjai ismét utcára vonul. Országos kampányba kezdünk, amelynek célja, hogy a magyar fiatalok hangja végre elhangozzon a parlament falai között. Parlamenti párt ifjúsági szervezeteként még nagyobb a felelősségünk, hiszen lehetőségünk van a generációnkat érintő hétköznapi problémákkal szembesíteni az elefántcsonttornyokban élő és a valóságtól teljesen elzártan tevékenykedő kormánypárti politikusokat. Attól a valóságtól, ami ma már nem csak kopog az ajtón, hanem lassan be is töri azt. Hiszen a magyar fiatalok közel fele nem itthon képzeli el jövőjét. A politika miatt kialakult nyomasztó közhangulat, a versenyképtelen fizetések, a megfizethetetlen albérletárak, valamint a kormány tarárainkhoz való hozzáállása pedig visszaköszön a betört ajtón. Ez pedig külföldi munkavállalóknak épített, környezetszennyező kínai gigaberuházásokkal nem lehet megfékezni. A képzett fiatalság a magyar jövő záloga, és nem pedig az akkumulátorgyárak. A fideszes politikusokra és a kormány tagjaira egyébként is jellemző, hogy kerülik a nyilvánosságot. Az őket kérdező média kérdéseire sem szívesen válaszolnak, nemhogy a fiatalok által feltett kérdésekre. Azonban a parlamenti válaszadást nem tudják megkerülni, hiszen országgyűlési képviselőink a standjainknál kapott kérdéseket beviszik az országgyűlés plenáris üléseire, és felteszik azt a kormánypárti képviselőknek. Áprilisban, miután a Mi Hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe, megígértük, hogy a fiatalok hangja leszünk ott. A Fidesz nem hallgatja meg a jövő nemzedékét, a baloldali pártok pedig saját politikai haszonszerzésükre használják ki őket, eredményeiken mondjuk pont jól látszik, hogy inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. Az elmúlt 30 év hiteltelen politikusaival szemben mi fontosnak tartjuk a következetességet, valamint az őszinte és szókimondó politizálást. Ez pedig meghálálja a fiatal korosztály, hiszen a legfrissebb mérések alapján már a Mi Hazánk mozgalom a legnépszerűbb párt a 18 és 29 éves korosztályban. Országszerte minden fiatalt várunk tehát standjainknál, elég volt abból, hogy olyanok döntenek a mi sorsunkról, a mi jövőnkről, akik meg sem hallgatják a mi véleményünket, meg sem hallgatják a mi problémáinkat. Köszönöm a figyelmet!